Itt a két játékvezető montenegrói bírók dirigálják ezt a találkozót. Milan Vesovic, illetve Novica Mitrovic dirigálja a találkozót. Reméljük, hogy nem lesz semmiféle probléma a bírókkal, és nem rajtuk múlik majd a találkozó sorsa. Ünnepi kezdődobás, és a kékmezes Volgográd kezdheti a találkozót. Mennyire lehet abból a találkozóból kiindulni, amit ugye jó egy hónappal ezelőtt Oroszországban megnyert a Fradi? Igen, ez egy hatalmas győzelem volt indulás előtt. Én se gondoltam volna, hogy ekkora különbségű győzelmet arat a csapat. Azért a győzelem benne volt, mert tudjuk az előző időszakban is az ilyen csapatok ellen, akár a Volgográd vagy a Zenyigorod ellen nagyon jól játszott a csapat. És mindenféleképpen azért meghatározó volt az első mérkőzésen az ilyen nagy arányú győzelem. De hát azért kemény mérkőzés lesz, én azt gondolom. Timoshenkova kezd a kapuban az orosz csapatnál, Yatsenko az egyik szélső, a másik szélső pedig megszerzi a mérkőzés első gólját, Avdekova a találat szerzője. Végig szaladunk majd természetesen a névsoron. A Fradi nem tud gyorsan válaszolni, és akkor nézzük is a kezdő csapatokat. Ott van az oroszoknál Stepanova, aztán a védelem közepén Makejevát látom magasodni, Milova, mellette az első gólszerző Avdekova, illetve Borsenko, így fest tehát az oroszok kezdő csapatak. Mirovát láttam támadásban bent, úgy tűnik folyamatosan cserélnek majd védekezésben, illetve támadásban. Szekerc és lövése megy mellé, Abramovic a kapuban, Kovacsit, Szamoránszki, Cifra, Szucsánszki, Tomori és Vérten, ez a magyar kezdő csapat. Vérten próbálja meg elhalászni a labdát, sajnos nem sikerül. Az biztos, hogy egy teljesen más orosz csapatot láthatunk, amely egyébként a Sevehof otthonában a legmagabiztosabb győzelmet aratta a csoporton belül. 34-28-ra nyert a Volgográd a Sevehof ellen idegenben. Ma egyébként lejátszották már a Sevehof Larvik mérkőzést, a Larvik hozta a papírformát Mirova góljával. 2 a vendégek előnye. Nagyon közelre beengedtük, jobban ott kellene lenni a lövő kezén. Sajnos Tomori lövését hárítja Timoshenkova. Nem úgy kezdődik a mérkőzés, ahogy Oroszországban. Milová. Ott ment egy támadó szabálytalanság Tomori ellen. Látványos lökés volt, és közben Cifra. Sajnos egyébként a ferencvárosiaknál rengeteg a probléma, ugye Zácsik vállát megműtötték, Pena sem tudta vállalni a játékost, és Cifra is a könnyeivel küzdik, beinekciózva vállalta a játékot, eddig bírta a válla. Hát igen, de azért remélem, hogy még össze tudja szedni magát, és valahogy pályára tud menni, mert akkor meg még kevesebben leszünk, tehát ő azért meghatározó itt a védekezésben is, meg támadásban is, úgyhogy nagyon jó lenne, ha vissza tudna térni. Szekercés. A fiatal játékos bizonyítási lehetőséget kap, sajnos ez rövid átadás volt, és egy villámgyors orosz akció. Borsenko a gólszerző. Jobban kezd az orosz csapat. 3 gólos vendégelőny. Abramovic kezdett a kapuban, neki jól ment Oroszországban a védés. Bár egyik kapusa sem lehetett panasz, sőt az egész csapatra nem lehetett panasz. Szucsánszki akadt fenn két orosz védőn. Borsenko állította meg Avdekova segítségével. Szucsánszki, Tomori, bent középen egy kis lökdösődés. Szamoránszki mezét tépték meg az oroszok. Nem lesz könnyű dolga bennottak. Két magas, hármas védő között. Szucsánszki lövése megpattan, sarokdobás. Hát nem pici a két középső embere a Volgográdnak, ez egyértelmű. Nagy kár, hogy nem engedték tovább a játékvezetők. Mi azt hiszem megadtuk volna. Szucsánszki, Tomori. Tomori ellen egy kétkezes lökés és egy bombagól. Szucsánszki góljával tehát megkezdi a felzárkózást a Ferencváros. Nagyon kellett már itt ez az első gól, minél hamarabb meglegyen, ne tudjanak az oroszok még jobban ellépni. És az önbizalom szempontjából is azt hiszem, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy még időben érkezik ez a találat. Kiperdülő labda, Mirova, ezt még a leggyorsabban mondjuk neki jött igazán kézre. Lépéshiba.
Mirova az egyik legveszélyesebb orosz játékos, csak támadásban van bent, Sztyepanova védekezi. Tomori. Cifra helyett Deáki érkezik. Rendre védekezésben. Tomori. Szucsánszki, egy pattintott lövés, ez is benn van. Kezdi felvonultatni a lövő repertoárját Szucsánszki Zita. Egy felső sarkos lövés, majd pedig egy pattintott kísérlet, mind a kettő eredményes. Mirova. Borsenkóval a váltás. Jacenko közben a földre került, és szabadon marad a beállós. Makejeva iratkozik fel a gólszerzők közé. A beállósok azt hiszem örülnek, ha ilyen labdát kapnak. Igen, ez nagyon jó bejátszás volt. A Zsuzsi egy picit későn kerülte meg, és nem tudta, hogy igazából megszerezni előle a labdát. Kivéve persze, hogyha a magyar csapat kap ilyen gólt. Így van. 2-4. Mire kimondom, szekercéslő egy. Szép volt. Jön egy kis dicséret Elek Gábortól is, azt hiszem megérdemli a fiatal játékos. Így van, a fiatal játékosunk, a Luca, aki most már egyre többet pályára lép, beteszi a Gábor a mérkőzéseken, és már voltak jó pillanatai, idején. Nagyon bízunk benne, fejlődni fog mindenféleképpen még. Milova, Szucsánszki sajnos nem éri el. Abramovics első védése, ez is nagyon kell. Jacenko kísérlete maradt ki. Éppen hozzá tudott még élni az oldalával a labdához Abramovics. Egyenlítési lehetőség a ferencvárosi csapat előtt. Szekercés. Szucsánszki. Tomori. Vérten futott be a falba. Tényleg nem egyszerű ott az élet. Nem. Hát arra kell figyelni, hogy tényleg ne találjuk meg a magas lövőket, ne találkozzanak a lövőkézzel és a sáncra, hogy vigyázni. Közöttük ez is például egy nagyon jó lövés volt, csak elkerülte a kaput, de ilyen lövésekre lesz majd szükség. Milová. Lépés gyanús volt, befejezi. Aztán a felugrásból. Elek Gábor is reklamált, de nem tudta meggyőzni az igazáról a montenegrói játékvezetőket. Az ötödik orosz játékos, aki feliratkozik a gólszerzők közé. Szekercés indul be. Sajnos nem kapja a labdát. Igen, hogyha nem ütötte le volna a piroska, akkor lehet, hogy oda tudott volna kerülni a labda Lucához. Tomori kísérletét hárítja az idő közben beálló Fomina. Ez így lépéshiba Borsenkónál. Az oroszoknak ugye a továbbjutásra már nincs esélye, de a biztos kek szerepléshez egy pont kellene nekik. És ugye menet közben majd szótejtünk természetesen a csoport jelenlegi állásáról, hogyan alakulhat a végjáték ebben a négyesben. Szekercés! Fomina ünnepelteti magát, egy villámgyors indítás, Avdekova belövi az ittszert. A második gólja, és ő az első duplázó az oroszoknál. Szucsánszki. Szekercés. Tomori. Nem tud eljutni lövőhelyzetig. Milova kap egy sárga lapot. Szucsánszki. Szekercés. Tomori. Nagyszerűen teljesített a Győr elleni bajnoki mérkőzésen. Mind a két csapat egyébként rangadót veszített. A Volgograd a Rostov Dontól kapott ki az orosz bajnokságban, a Fradi pedig az Audi Etótól. Szucsánszki lövése megy fölé. Egyből az indítás. Kapufa. Gyorsabban kell visszarendeződni, hogyha ilyen mennek a labdák, mert tényleg itt most már leindítottak bennünket, erre nagyon kellene figyelni. Elek Gábor kér időt, a 9. perc legvégén járunk, és azt hiszem, hogy van bőven mondani valója a csapatának. Gyerekek, állok!
Kiszabadult kézilabda elől, visszafutás nulla, sétálgat vissza. Minden 7 méterre meg 8 méterre lendület nélkül akarsz megoldani. Indítsuk el, jók az ötösök, előveheted a hetest is, a négyesből csak lendületet csináljunk már bele. És félmagassat a feminál, vagy Tominának előjél már, vagy föl, vagy le. Semmi más nem csak áll és abból pontodat, ezt fogja meg. Jó? És gyerünk vissza, 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 vissza. Ez nagyon gyenge eti. Gyerünk, pörgesd meg. 2-3. Если не успеваете, помогают, не успевал, а руками успел там сыграть блоком. Нормально. Нападение не торопитесь. Вы договариваетесь, что вы делаете. Вот дает передачу, выскакивает на кеса, непонятно к чему. Hát így Viktor Rejavik gesztusaiból azt hiszem nehezen lehetne eldönteni, hogy melyik csapat vezet 3 góllal. Elég oroszos időkérés volt ez. De a vendégeknél, a Volgográdnál van az előny. Ellen Gábor pedig hallottuk tökéletesen, azt hiszem, hogy minden szavával egyetérthetünk. 7 méteres szekercés harcolja ki. Tudja ő is természetesen, hogy nagyobb teher hárul rá. Igen, és tényleg igaza van a Gábornak, tehát látszott, hogy annyira lassan kezdtük el, főleg itt a támadásokat, tehát jobban föl kellene, dinamikusabban kellene támadni. Szucsánszki lövi a büntetőt, marad a kapuban Fomina. Vagy föl, vagy le, ez inkább lefelé ment. Jól helyezte a büntetőt, nagyon nem mozgatta meg a kapust, de így is jó lett a befejezés. Mirová, Borschenko, Milová. Jacenko, egy lövőcsel. Mirová. Ki a sarokba. Nincs lövés, csak most, ez viszont gól. Mirová a szerzője. Most így ünnepel a Volgográd vezetőedzője, aki tulajdonképpen a teljes szakmai munkáért felel az orosz klubnál. Remek utánpótlással rendelkeznek, abból próbálnak rendszerint építkezni. Tomori ellen a szabálytalanság. Persze azt hiszem, hogy az utánpótlása a Fradinál sem lehet panasz. Nem lehet panasz, nem panaszkodhatunk. Tényleg vannak gyerekek, úgyhogy van kiből válogatni, és reméljük lesz majd egy-két. Hát talán ilyen lányok, mint Szucsánszki. Igen. Nagyon reméljük. Nagyon szépen ellőtte. Valakinek be kell segítenie neki, mert az 5 gólból 4-et ő szerzett a Fradi játékosok közül. Egyedül nem fogja bírni. Mirová. Van befutó ember. Avdekova, Borschenko, Abramovics. Léna jól focizik, mert ez eléggé futballista mozdulat volt. Kapusok általában jól szoktak. Szucsánszki 5. gólja. Szucsánszki! 6-7. Megvan az ellenszer. Jók a lövések most már Fomina ellen. Milová. Borschenko húzódik be középre, most ő irányít. Mirová. Milová. Nem sikerül megszűrni ezt az akciót. Amiből Oroszországban nem sokat láttunk, azt most hozza az orosz csapat, a fizikai erőre, a magasságára és a távoli lövésekre épít. Igen, 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 tehát az most látszik meg a tényleg fizikálisan azért sokkal elősebbek. Tehát tényleg nálunk picit többet kellene majd hajtolni is. Kovacsics első gólja. Szépen végighúzta a támadást a Fradi, és Kovacsics iratkozik fel a gólszerzők közé. Milová egyelőre üldözi a Fradi a Volgográdot, csak érje is utol. Borschenko, Mirová, lesáncolják a magyarok. Kovacsics mehet, Kovacsics,
sajnos nem lesz szigorúbb ítélet ebből. Nem, de azt gondoltam, hogy egy 2 percet azért megért volna. Igen, a mezét is megrángatta Avdekova. Itt a nyakánál elkapta a dresszt. És ugye van már sárgája is, tehát egy 2 percet nyugodtan lehetett volna adni. Szucsánszki a földön. Tomori. Szekercés. Vérten. Tomori. Szucsánszki. Gól! Egyenlít a ferencvárosi csapat. Hát lehet, hogy mégis bírja végig Zita. Hát nagyon reméljük, de hogyha feliratkozna még valaki mellé, az nagyon jó lenne, de úgy látszik, hogy ennek a kapusnak, vagy legalább ez a kapus nem érzi úgy a Zitának a lövéseit eddig. Viktor Javik kér időt. Начинает входить, вот этот игрок разгоняется, вот по тебе, вот сюда он бьет. Это Сашкин игрок. Это моя линия. А Сашкин, Сашкин игрок, это Томари, а ты лезешь туда. Да, ну это там дырка какая. Да, Саш, слышишь, играть, Саш. Саш, ты выходи. Munka volt az orosz időkérés, mindenki megpróbálta hozzátenni a magáét. Se sánc, se fart nincsen benne. Azt kell, hogy egyet a középről történt, már végén megvolt a sánc, az rendben volt, jó? Most gyerünk, tegyél oda egy kicsit, gyerünk, pörgessen. Jó lesz. Gyerünk, se jó! 2-3! Azt hiszem, nem bánja Elek Gábor sem ezt az időkérést. Ő is egy picit meg tudta nyugtatni a csapatát. Ráadásul olyan pillanatban, amikor éppen zárkózik a Fradi. Milová. Mirová, Borsenko, a falban továbbra is Makejeva van bent, Jacenko, Tomorit lökték el, jó védekezés. Igen, nagyon jó közbelépett ott a piroska, kellett a falt. Kap egy sárgát érte, de most ez a kisebbik rossz, azt hiszem, Borsenko, Mirová. Ajj, meglepte Mirová. Ezzel a lövéssel Abramovicsot. És hát nem nagyon látunk a Volgográdtól otthon ilyen figurákat, sőt, ugye azon a meccsen semmit nem láttunk tőlük. Úgyhogy abból a találkozóban nehezen lehetett volna felkészülni. Tomori lövése zúg el a kapufa mellett. Jacenko. Borsenko. Reklamálnak a szurkolók, a játékvezetők nem avatkoznak közbe, Borsenko, Mirová, fenn a kéz, Mirová a földön, ő a házi gólkirálynő, a csapatban, a VL-ben és a bajnokok liga, a bajnokságban is, viszont most Mirová az, aki termeli a gólokat. Pastrovics immár a kapuban, 100%-os egyelőre Mirová. Tomori, szekercés. Tomori, ehhez is hozzá tudott érni Fomina. Jacenko, Borsenko. Pastrovics hárít, de büntető az ítélet. 8-8-nál utolérte a Fradi a Volgográdot, de sajnos megint az oroszok lépnek el. Igen, de remélem, hogy nem fogjuk hagyni. Az a baj, hogy most is ilyen 2 passzból kaptunk, vagy 2 passzból kerültek helyzetbe. Tehát egy kicsit hamarabb kellene rendeződni, és tényleg elkezdeni hamarabb a védekezést. Borsenko lövi a hetest, és kifelé pattan. A kapufa velünk van. Igen. 8-10. Szucsánszki. Tomori.
nagyon az éléről vágódott vissza a labda, de jól van ez. Szekercés. Fomina, ez most bravúr volt, a kapustól lefelé ment a labda. Az lett volna jó, hogyha megpattan a kapus előtt, mert itt pont a lábát találta el. Borsenko. Ott nem lehetett eltekerni. Pasztrovicstól érkezik a bíztatás magának is, meg a csapattársaknak is. Szucsánszki! Én most a kapus odajött neki a jobb oldalra, mert oda lőtt egy pár gólt a Zita. És ajj! Centiken múlott. Nagyszerű labdát kapott egyébként. Makejeva, ezt el kell ismerni. Nyolc után három. Volgográdi gól. 3 perc alatt meglép megint a vendég együttes. Szucsánszki! Elég érdekes körülmények között állították ott már meg. Hát félig meddig fejre ment az ütés. Tomori! Szucsánszki! Szekertése nagyon figyelnek. Tomori! Sajnos nem megy be a lövése. Pedig már nagyon jó lenne, mert akkor ő azért tudja termelni itt a gólokat, de az első góljára még úgy látszik várni kell. Nem tudom, hogy nem volt ez sarokdobás, a játékvezetők is érzik talán, hogy rossz döntést hoztak, vissza is adják a Fradinak a labdát. Ilyen azért időnként előfordul. Utána nyúlnak, egy picit vért ennek. Makejeva próbálta meg visszahúzni. Tomori ugye nagyszerűen játszott a Győr elleni hétközi bajnoki mérkőzésen, 14 gólt szerzett. Ma egyelőre nem jönnek be a lövései. Kovacsic, szekercés, Szucsánszki, Tomori, büntető, és lesz a komolyabb ítélet, Stepanova. Igen, megvárják a játékvezetők, hogy feltápászkodjon, Stepanova kapja a mérkőzés első kiállítását. De nem adta meg a 7 méterest. És visszafújt a szabaddobása ezek igen. Szerint, igen. Jacenko eléggé bent állt, de végül is ugye nem ő kapta a fújást, Stepanova ellen ítéltek a bírók. Jobban örültünk volna azért egy hetesnek. Szamoránszki kicsúszik a kezéből, szekercés, megszerzik előle a labdát, és aztán Tomori szabálytalankodik Makejeva ellen. Azt hiszem, elég sok minden a fáradtság miatt történik a Fradi játékában. Igen, ez már érezhető volt a svédek ellen is, hogy kezd fáradni a csapat. De én azt gondolom, hogy ez tényleg egy olyan menetelés, amihez hozzá kell edződni. Milova, nagy gól. Az 5. gólja. És továbbra is 100%-os. Minden beleszólal meg, a ferencvárosi B-közép ma már egy nagy fordítást bemutatott a Fradi, igaz a futballpályán. És talán itt is összejöhet, szekertés zárkóztatja a zöld-fehéreket. Négy volgográdi gól után végre egy Fradi találat. Nagyon-nagyon kellett. Borsenko, Milová. Jacenko fut be. Nem ment vele senki. Mi vagyunk ember előnybe, és a második gólt kapjuk így, tehát ezt azért nem lenne szabad megengedni, hogy két ilyen gól, ráadásul teljesen zicserbe volt. Szekercés, összezárnak előtte Szucsánszki, Tomori. Vértem. Hát mondjuk az egy dolog, hogy valóban ott a vonal környékén pattogott a labda, de hogy Goncsárová egészen biztosan két kézzel lökött. Véleményes ítélet volt, úgy gondolom. Hát igen, meg hogyha a vonalra lépett, akkor már lefújhatta volna hamarabb. Igen, megvárták a bírók, hogy igen. A nyakát elkapják Vértennek, csak aztán fújtak kifelé. Így érdekes az ítélet, minimum. Milová. Borsenko. Milová. Borsenko újra. Pasztrovics hárít.
de már sípoltak a játékvezetők. Mirová. Elbizonytalanodik. Mirová. Lépés gyanús volt, tovább engedik Jacenko. Jacenko fejezi be. És most ő lendíti át a holdponton kétszer is az orosz együttest. Sajnos nem játszunk abban a ritmusban, amelyikben szoktunk. Védekezésünk is egy picit szétesett, tehát nincsenek úgy együtt a lányok. Ez azért nagyon hiányzik. Tomori. Tomori lövését hárítja Fomina, de volt már szabálytalanság. Most lehet, hogy tényleg igazán védekezésben érződik a három ember hiánya. Igen. Nem elsősorban támadásban Tomori! Itt van természetesen Zácsik Szandra a műtétet követően. Ha minden igaz, a szünetben el is mondja majd nekünk, hogy hogy van. Tomori első gólja. Ő is arról beszélt, hogy hiába a fáradtság, hiába a nehéz menetelés, ezt még ki kell bírni, ezt a két meccset. És utána jön az újabb feladat a válogatottaknak például. Igen, mert egész nyáron, alapozás időszak alatt, meg tényleg az ilyen meccsekre van szükség, meg ezért dolgozik az ember az ilyen mérkőzések miatt. Mirová. Úgyhogy muszáj, hogy legyen még energia bennünk. Mifelé ítélnek a játékvezetők, közben egy orosz játékos hatalmas fájdalma közepette lemarad. Makejeva. Fájlalja a térdét. Nem láttam igazán, hogy mi történt vele. 5 gólt szerzett a legutóbbi fordulóban a Larvik ellen. Egyébként nagyon kikapott a Larviktól idegenben a Volgográd. Talán majd most... Nem is olyan nagy a baj szerencsére. Dajka érkezik közben a pályára. Kell a friss erő. Szekertés. És így Szucsánszki pihenhet egy picit. Tomori. Kicsit rendbe tették az ő lábát is. Sajnos ez egy lehalászott átadás volt. Avdekova a gólszerző. Egyelőre kíméletlenül kihasználja a Fradi minden egyes hibáját, vagy majdnem minden hibáját a Volgográd. Belesípoltak már a játékvezetők. Rajka. Bértem Tomori. Szekercés. Rajka mezét tépik meg. És Rajka kap figyelmeztetést. Nem egy szögből látjuk a játékvezetővel az eseményeket. Hát igen, ilyen kétkezes lökésnek tűnt, úgyhogy... Szekercés! Áj, ez a kapufa nem a Fradival van. Szucsánszki és Deáki érkezik védekezésben, miközben megnézhetjük még egyszer, hogy Fomina kereste a labdát, de aztán úgy találta meg, hogy kifelé pattan. Mirová, ez is bent van, 6 gól a különbség. Hát ez már nagyon komoly előny. Sajnos igen. És megint időt kér Meleg Gábor. Valahogy meg kellene törni az oroszok sorozatát és lendületét. Figyelj ide! Ha nem akarjuk elveszíteni ezt a mérkőzést, akkor ebbe az 5 percig valahogy közelebb kéne jönni. A másik, harcoljunk már egy kicsit! Hát ilyen nincsen, okoskodunk egyfolytában, egy kurva ütközés nem volt még. Kezdje harcolni, keményedjél föl! Ez egy víz! Jó, támadó játékban csináld, amit eddig, az a nagyobb baj nincsen, csak egy picit pontosabban kéne, védekezés egy halál. Hát ez borzadály, nem ütközik itt senki. Kettőáró! Пицца разыгрывать до конца до верного, понятно? Через двух линей, через двух волоку защиту пас не давай. Давай, 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 давай. Не останавливайся, все вместе до конца. Эй! Максим, давай, давай, давай. А то питону вот урос уль.
Az a Davájt azt hiszem, hogy érti pontosan, aki meg esetleg fiatalabb és nem tanult, annak elmondjuk, hogy gyerünk-gyerünköt jelent. Nagyjából ennyiből állt az oroszok időkérése, de hát nekik van kevesebb okuk a aggodalomra. Jatsenko kapja végül a kétperces kiállítást. A sokadik messzhúzás, eddig nem nagyon büntették a játékvezetők. Igen, de ez most tényleg nagyon látványos volt, nagyon látszott, hogy visszahúzzák az orsit. Jobb lenne ezt az ember előnyt is jobban kihasználni majd, mint az előzőt. Hát az előzőt nagyon rosszul használtuk ki. Nagyon rosszul, igen. Közben azért érkeznek még szurkolók a futballmérkőzésről is. Tomori, büntető. Nehogy még ő is megsérüljön, mert hát akkor aztán tényleg alig marad ferencvárosi játékos. Talpon már Tomori Zsuzsa. Kucsánszki lövi a büntetőt, miközben megnézhetjük még egyszer, hogy ezért jár a 7 méteres. Sajnos nincs teljesen rendben Tomori. Igen. Lábát kell ápolni. Ez az igazi szurkolói haj egy Fradi mérkőzésre. Szucsánszki büntetője tehát. Bepattintja. Második két méteres, amit értékesít. Jön vissza Fomina, csak a hetesre érkezett Timoshenková. És azt hiszem, hogy igaza van Elek Gábornak, itt a félidő végén egy picit kapaszkodni kellene. Milová. De átjállítja meg Mirová, ez középre ment. Hárít is Pastrovics. Ez most jó védekezés is volt, belekényszerítette a Fradi egy elég nehéz helyzetbe az oroszokat. Tomori. Kucsánszki. Kétbeállós játékkal próbálkozott a Fradi. Így viszont aztán csere lesz, és érkezik Szekercés. Szucsánszki, még egyel tovább, benn van! Kovacsics használja ki végül a helyzetet. Pont a legjobbkor érkezett, volt szélen a Móni. Lehet, hogy nem így akarták a lányok eredetileg, de jó lett. De így jó volt. Milová. Két ferencvárosi gól. Jó lenne egy harmadikat is hozzáragasztani valahogy. Porschenko, Mirová. Milová. Passzív az oroszok játéka. Porschenko. Megvan az. Ez a második ferencvárosi időkérés, most nagyon jót tett, van még 10 másodperc az ember előnyből. Tomori, Kovacsics, belépett sajnos. Pedig majdnem meglett az a 3 gól, amit annyira szerettünk volna. Sajnos helyes a döntés, azt kell, hogy mondjam így a visszajátszás alapján. Porschenko, Mirová. Milová. Porschenko. Porschenko egyébként nem játszott a volgográdi mérkőzésen. Nem jön be az ejtés. Gyönyörű a védés Pastrovicstól. És villámgyors akció. Kimarad. Kovacsics lövését hárította Fomina. Milová. Szabad ember Stepanová. Kapufa. Ó, hát most ez nagyon nehéz szituáció volt, közben vérten az orrát, az arcát fájlalja. Beleragadt Kovacsics kezébe a labda. Nem tudom vértennel mi történt, ő még időben szabálytalankodik.
Ez most nem a szép játékról szólt az elmúlt két perc. Most volt egy kis lótifutó itt a mérkőzésben, de én azt gondolom, egy picit türelmesebben kellene játszani. Jó, mondjuk megvolt ott a Móniknak is a helyzet, de hát ezeket majd azért illene belőni, mert akkor meg tud lépni még jobban az ellenfél. És ahhoz, hogy felzárkózzunk, mindenképpen jobban kell értékesíteni a helyzeteinket. És tényleg sokkal jobban fölvenni a védekezésbe is ezt a ritmust. Tehát nagyon állunk, nagyon azt várjuk, hogy mindenki egyedül próbálja megoldani akár a védekezést, akár a támadást. De hát ha más nem, akkor ez majd a második fél időre fog maradni. És hát ez mind-mind a fáradtságra, a fáradtság számlájára írható, közben a védési hatékonyság. Nagyon kellett most a végén ez. Igen, meg már ilyenkor a lányok nem csak fizikálisan, hanem a fejbe is nagyon elfáradnak, és már nem úgy koncentrálnak, nem olyan jók a döntések, az azért befolyásolja a játékot. Mirová! Akár tovább is lehetett volna engedni ehelyett. Elek Gábor kap még egy sárga lapot. Egyetért a szlovén EHF ellenőr is. Milová. Deák kiállítja meg. 2 percen belül az első fél időben. Belemenés. Kucsánszki védekezett nagyszerűen. Ez most alig, hanem Grebenkinának is fájt, de hát egy picit azt hiszem fel kell keményedni a Fradinak védekezésben. Mindenféleképpen igen, jobban bevállalni az ütközéseket, a test-test elleni küzdelmet. Kucsánszki. Szekercés, gyönyörű! Ott a 13. Ferencvárosi gól. Volt szíve Szekercésnek továbbadni, remek akció volt. Igen, nagyon kellenek a szélső pozícióból is a gólok, a beálló gólok, amik eddig nem nagyon volt. Az utolsó percen belül vagyunk. Jó lenne, hogyha nem lenne ennél nagyobb a különbség. Ez sem kevés. Jó védekezés. Szucsánszki. És ha lehet, persze faragjon is a Fradi. Szucsánszki. Gól! 14-16. 16-ról 4 gólt farag a ferencvárosi csapat, ez most remek periódus. Nagyon szép volt az Orsinak a labda szerzése. 15 másodperc még a szünetig. Mirová, Tomori a földön, áll az óra. Beálló dolgozik kézzel. Igen, is. És a játékvezetők hoztak egy komoly döntést, törölni kell. Ez az ítélet. 8 másodperc. Ennyi ideje van még a Volgográdnak. Hát itt passzív játékra azt hiszem nem számíthatunk már. Annyira kevés az idő. Mirová! Állj, befelé perdő, de kár érte. Ezzel a góllal, ezzel a Mirová találattal zárul az első fél idő. Hát ez egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, már az, és azt hiszem, hogy ennél sokkal könnyebb nem lesz a helyzet a második fél időben. Én is úgy gondolom, de bízom benne, hogy mint ahogy eddig is nagyon sokszor a második fél időben fordítottunk mérkőzéseket meg, de tényleg nagyon meg kell izzadni ezért a győzelemért, de bízom a lányokba, és a közönségnek a támogatásával reméljük sikerülni fog. Nagyon sokat számított, azt hiszem, a csapategység, amiről rengeteg szó esik a Fradinál, hogy remek, nagyon jó a közösség. Igen, ez is sokat számít, tehát tudom magunkról még annól, amikor a Kökénybeájékkal mi játszottunk, hogy tényleg, hogy a közösség is rendben van, a közösség is nagyon jól működik, az a pályán gólokat jelent. Hát reméljük, hogy így lesz a folytatásban, minden esetre fél időben FTC Real Cargo Hungária, Dinamo Volgograd 14-17, tartsanak velünk a folytatásban is.